A Kecskemét ellen megszerzett első hazai sikert követően abban bíztak a szurkolók, hogy az oroszlány ellen is nyíregyházi győzelmet láthatnak a tiszavasvári úti csarnokban. A mérkőzés első kosara cápáké volt, de aztán átvették a vezetést a vendégek, és mint később kiderült, már ki sem adták a kezükből. Az első negyed végén 10-20 perc játék után 18 ponttal vezetett az oroszlány. Fordulás után is megmaradt a különbség a két csapat között, nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez a Nyíregyháza. A végén ugyan kozmetikázott egy kicsit az eredményen a házigazda, de a vendégek győzelme egy percig sem forgott veszélyben. A hazaiak edzője érthetően csalódott volt a találkozó után. This is shameful display of basketball today. Nehéz szavakat találnom, ez a kosárlabda megcsúfolása volt. 20-szal több lepattanót szerzett az ellenfelünk, ami mindent megmagyaráz, mutatja, hogy nagyobb energiával és akarattal játszottak a vendégek. Minden szétesett, amin dolgoztunk a héten. Pont azzal vertek meg minket, amire a legjobban készültünk, vagyis az egy elleni védekezésben és lepattanózásban is kudarcot vallottunk. A statisztika mindent megmutat. A hazaiak csapatkapitánya szerint is a vendégek által leszedett 16 támadó lepattanó, ami 16 újabb esélyt jelentett az oroszlány számára, vezetett a vereséghez. Gratulálni az oroszlánynak, hiszen megérdemelten nyertek. Nagyon energiával játszottak, mint mi, ami megmutatkozott a lepattanókban, illetve a ezekből szerzett másod szándékú pontokban. Sokszor úgy éreztem én belülről, hogy sikerül kivédekezni a támadásukat, de aztán a lepattanót nem sikerült megszereznünk. Gyakorlatilag ekkora lepattanó különbséggel nem lehet meccset nyerni. A vendégek edzője annak örült, hogy meg tudták valósítani azt, amit a mérkőzés előtt elterveztek. We try to limit their best scores. Igyekeztünk kemény védekezéssel lelassítani az ellenfél legjobb pontszerzőjét, míg támadásban okos játékra törekedtünk, hogy ne adjuk el a labdát, vagyis megakadályozzuk a könnyű kosarakat. Az első félidő második felétől megvalósítottuk ezt. Csapatmunkával nyertük meg a mérkőzést, amiben nagy segítségünkre voltak a szurkolóink. Köszönöm a támogatásukat! A forduló további eredményei a következők: Szeged-Kaposvár 83-85, Deac atomerőműesen 81-75, Körmend Budapesti Honvéd 81-64, Sopron Zalaegerszeg 65-77 és Kecskemét Albafehérvár 88-77. A tabella élén a Szombathely áll 17 győzelemmel és két vereséggel, megelőzve a 14-4-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A 2-17-tel sereghajtó Nyíregyháza szombaton a 13-6-tal harmadik Zalaegerszeg otthonában lép pályára.